Éppen ezen a héten jött ki a budapesti ingatlan tanácsadók egyeztető fórumának friss féléves jelentése, és abból kiderült, hogy nem túl sok új iroda területet adtak át az első fél évben, viszont a következő időszakban több százezer négyzetméternyi iroda fog elkészülni, ezzel fog gazdagodni a budapesti irodaállomány. 10 budapesti lakosból 9 biztos azt mondaná, hogy nem érdemes ennyi irodaházat építeni, egyáltalán el se tudják képzelni, hogy miért van szükség ennyire. Van egy jó válasz erre, ez pedig az, hogy a gazdaság fejlődésének egyik mércéje az, hogy mennyi iroda áll rendelkezésre egy korszerű nagyvárosban. Budapest ebből a szempontból viszonylag jó helyen van, de még messze vagyunk például a közeli Bécs mutatóitól. Jelenleg a fővárosban közel 4 millió négyzetméter korszerű irodaterület áll rendelkezésre. Ezt mondhatnánk, hogy sok, de hogyha visszatekintünk az ingatlan piac fejlődésére, akkor egyértelmű, hogy szükség van arra, hogy új és új irodaházak épüljenek, a vállalkozásoknak korszerű munkakörülményeket biztosítsanak. Egyébként, hogyha végigmegyünk a fontosabb főútvonalakon, akkor látjuk, hogy nagyon sok daru áll rendelkezésre, nagyon sok új irodaházat építenek még mindig. A következő pár évben közel 350 ezer négyzetméternyi új irodát terveznek átadni. Kialakultak ilyen nagyon kedvelt környékek, hát az első számú az természetesen a Váci út, ott közel 1 millió négyzetméternyi nagyon modern irodaállomány jött létre, és még épül a következő pár évben is jó néhány, bár nem túl sok szabad terület van már. Vannak új kedvencek is, az egyik ilyen Dél-Buda, ott az ipari területek egy részét alakítják át irodanegyedekké, a másik pedig Dél-Pest, ami tulajdonképpen a következő 8-10 évnek a fejlesztési központja lehet. A Dunapartokat nagyon szeretik az ingatlanfejlesztők, ugye ott nagyon látványos építkezések zajlottak és fognak is. Az egyik például ugye a Dunapláza mögötti területen lesz majd, illetve Dél-Budán, a Kopaszigát környékén már átadta két nagy irodaházat és újabbakat is terveznek. Az is kívánatos, hogy a vállalkozások ne lakásirodákban dolgozzanak, hanem ha lehetséges, mindenképpen korszerű irodai körülmények között, mondjuk egy B-kategóriás, netán egy A-kategóriás irodaházban sok-sok szolgáltatást igénybe vehetik, ügyfeleiket fogadhatják, és ezáltal ugye javulhat a cég elismertsége, ez is hozzájárulhat az ő sikereikhez, gazdasági sikereikhez. Mégis meg lehet kérdezni azt, hogy ha ennyi távmunka van, mint amennyi ugye a járvány után látható, akkor miért kell ennyi új iroda terület? Ez a sok-sok százezer új négyzetméter, illetve a már meglévőre is, hogy lesz szükség, miért alakult ez így ki? Bármilyen hihetetlen, de a járvány lecsengésével, tehát csendesedésével végeztek egy felmérést, amiben kiderült, hogy az irodistáknak a kétharmada nem szeret otthon lenni hosszú ideig, hanem igenis a munkatársak között érzi jól magát, és ott töltődik föl, hatékonyabban is dolgozik, gyorsabban, és a kommunikációnak sincsenek olyan gátjai, mint amikor valaki home office-ban dolgozik. Úgyhogy ez mindenképpen arra sarkalta a cégvezetőket, hogy folyamatosan visszahozzák, visszatelepítsék az alkalmazottakat. Miért fontos ez talán még a cégvezetőknek? Azért, mert mégiscsak jobban tudják felügyelni a dolgozókat, az irányítást kezükben tartani, úgyhogy az, hogy ha bent van a dolgozóknak mondjuk a fele, kétharmada, az már garancia lehet arra, hogy hatékonyan tud működni a vezetés a cégvezető szempontjából is. Hát nagyon megváltoztatta, természetesen minden cégvezető kénytelen volt ugye átgondolni azt, hogy
mennyire hatékonyan használja az adott irodát, hogyan lehet rotációs alapon dolgoztatni az embereket, tehát hogy mondjuk az egyharmada folyamatosan cserélődve otthonról dolgozik, és a kétharmadnyi állomány tartózkodik benn. Az is új elem, hogy ugye az egészségügyi előírások miatt nagyobb távolságokat kell tartani, részben a dolgozók közti távolságról beszélek, részben pedig bizonyos korábbi közösségi területeket, tehát az adott bérleményen belüli közösségi területeket teljesen át kellett szabni, át kellett alakítani, paravánokat kellett betenni, aztán ezen kívül még a konyhai területen is sokkal lazább tartózkodásra van csak mód, és általában is igaz, hogy bizonyos nagyobb területű bérleményeknél konkrét közlekedő útvonalakat jelöltek ki a munkatársaknak, úgyhogy nagyon szigorú lett bent az élet az irodában, és ehhez ugye mindenkinek alkalmazkodnia kell, ezt természetesen a dolgozók mind megértették és követik is ezeket a szabályokat, de az biztos, hogy a mindennapjaikat jelentősen átalakította, átformálta ez az egész járvány. Hogyan tervezhet mégis ilyen körülmények között egy cégvezető hosszabb távra? Nem csak az iroda belsejére gondolok, hanem az, hogy a szerződéseit hogyan érinti ez az egész igen jelentős átalakulás. Természetesen nem mindegy, hogy mennyi idő van még hátra egy adott szerződésből, annak megfelelően, ha viszonylag sok, tehát általában 5 éves szokott lenni irodabérleti szerződés, hogyha még viszonylag sok idő van, akkor többféle mód van arra, hogy valaki hatékonyabbá tegye ezt a használatot. Hát előfordulhat, hogy valamennyi területről lemond, és úgymond visszaadja az irodaház üzemeltetőjének, vagy bérbeadójának. Újabban viszont előfordul az, hogy kisebb területeket albérletbe is adnak, ezzel javítva a kihasználtságot. Ne csak ezekről a szigorú szabályokról beszéljünk, meg a korlátozásokról, vannak azért jó hírek is az irodapiacon természetesen. A legfontosabb az, hogy maga az iroda belső, mint olyan, az egy HR fegyver lett manapság, tehát a cégvezetők sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy milyen, mennyire hangulatos egy-egy iroda, milyen intim, kisebb részek vannak benne, ahol az emberek külön beszélgethetnek, akár a magánügyeikről is. A közösségi terekben rettentő sok kényelmi szolgáltatás áll rendelkezésre, kanapéktól kezdve. Igaziból manapság egy korszerű iroda az inkább egy ilyen nappalira emlékeztető, egy-két munkaállomást is felvonultató terület. Nagyon sok zöld növényzet van benne, természetesen vannak paravánok is most már az egészségügyi előírások miatt, de általában jellemző, hogy az az irodai környezet és az iroda használat, ami ugye a mindennapjait meghatározza a dolgozóknak, az sokkal barátságosabb. Például megengedik sok helyen, hogy valaki a házi kedvencét behozza, úgyhogy ezzel is ugye megtartják a jó munkaerőt, az nagyon fontos. Aztán szerintem még jó hír az, hogy egyre több okos iroda jelenik meg. Ugye most már okos lakásról hallottunk, okos óra már nagyon régen van. Minden okos, így az iroda is, és sokféle olyan újdonságot vezetnek be, ami kényelmesebbé teszi a bentartózkodást. Mondok egy példát, elég sok olyan irodaházról tudni, ahol önálló online felületet hoznak létre azért, hogy a bérlők egymás között kommunikálhassanak, és különböző találkozókat szervezhessenek. Aztán az irodaház üzemeltetője szempontjából ez például azért is jó, mert erre az online felületre gyorsan be lehet írni, hogyha valami hiba van a világítással, vagy a vízcsapokkal, vagy bármilyen más szolgáltatással. Szintén ilyen kényelmi újdonság, és így a technológiai újdonságok közé tartozik az, hogy ha valakihez vendég érkezik autóval, akkor erre a bizonyos online felületre bejelentkezhet, leírhatja a rendszámát, és akkor egy ilyen rendszámfelismerő rendszer segítségével egy adott helyre beparkolhat fixen,
vagy pedig erre az online felületre sokszor kiteszik a környező tömegközlekedési eszközöknek a menetrendjét, tehát akik ott dolgoznak és nem autóval érkeznek, azok konkrétan tudhatják, kiszámíthatják, hogy mikor jön a busz, amikor felszállok rá, vagy metró. Úgyhogy ezek nagyon klassz dolgok, és az üzemeltetők elég sok pénzt is költenek arra, hogy minél korszerűbb informatikai rendszerekkel építsék meg a kivitelezők az irodaházakat. Ez részben azért is jó, mert az üzemeltetési díjat így le lehet szorítani. Nagyon racionális technológiák vannak, amelyek figyelik a különböző fogyasztásokat. És van még valami, ez pedig teljesen új, hogy vannak már olyan rendszerek, amelyek azt figyelik különböző szenzorok segítségével, hogy egy adott iroda területen belül ki, hova megy, hányszor jön be az ajtón, és hogy egyáltalán milyen belső mozgások vannak, milyen a páratartalom, a hőmérséklet, és ez azért egy kicsit bizarr számomra. Nem tudom, hogy mi jöhet még ezután, bele sem merek gondolni.